Üdvözöllek benneteket, mai alkalommal szeretném bemutatni az általam gyártott szitja íjat. Erről az íjról lenne szó. Hát amikor a gyártását elkezdtük, igazándiból a fő szempont az volt, hogy egy olyan érzést adjunk vissza, amely a lehető legteljesebb mértékben visszaadhatja azt, ahogy annak idején a szittyák használták, ahogy azt alkalmazták. Több szempont volt, amit figyelembe vettünk, a könnyű kezelhetőség, mint ilyen a tartósság, vagy az, hogy a széles tartományok között lehessen használni, valamint a sokoldalúság is. A figyelem középpontjában az így gyártásakor az állt, ahogy azt a szittyák, illetve a médek használhatták, a gyalogos íjászatban. Tehát a gyalogos íjászat volt a fő szempont. Ugye gyalogosan sokféleképpen használták ezt az íjat, erdőkben, hegyes terepen, városokban, illetve hát lóról is természetesen használták ezt az íjat. Illetve hát más fegyvernemekkel együtt is használták, karddal, láncsával, fokossal és más módokon is. A gyártás, mint olyan, hát ez nem volt egy egyszerű dolog, nem volt könnyű legyártani ezt az íjat. Körülbelül a 30 darab íjat kellett ahhoz gyártani, hogy a jelenlegi formáját az teljesen felöltse az íj, és hát ebből egy jó néhány íjat tönkre is tettünk ennek kapcsán. Körülbelül 2 évbe tellett, amíg teszteléssel együtt sikerült idáig eljutni, és ezt az íjat ilyen módon gyártani. Folyamatosan igyekeztem javítani az íjnak a tulajdonságain, ahogy ugye használat közben az ember ezt érzi vagy érzékeli, hogy min kell talán változtatni, mi az, amin talán még egy kicsit formálni kell. Hát a dinamikai szempontokat, amikor figyelembe voltak véve, akkor a gyorsaság, az erő, a pontosság, a könnyű kezelhetőség az egy nagyon fontos szempont volt, és hát ezeket próbáltam úgy ötvözni, hogy ezek tényleg egyensúlyozottan jelenjenek meg az íjban. És hát emellett nagyfokú rugalmasság, valamint tényleg a könnyű kezelhetőség állt a fő szempontok között. Hát ez az íj, ami a kezemben van, ez egy 70 fontos íj, ez 580 grammot nyom ebben a formában. Hát természetesen a kisebb húzóerejű íjaknak azoknak kisebb a súlya is. Hát az íj geometriáját, ahogy ezt látjátok is, nagyon egyedi, és a médek, illetve a szittyák több ezer éven át csiszolgatták. Hát ugye a médekről írásos feljegyzések időszámításunk előtt 2000-től vannak egészen, hát a szittyák a bezárólag időszámításunk után 300-ig, utána már ugye más törzsek jelentek meg, alapvetően ugye lovas íjász törzsekről beszélünk, őket már másképp hívták, de még utána is sokáig maga a forma, illetve hát a kialakítás az használatban volt, annyi különbséggel ugye, hogy lovas íjászatban már hosszabb íjakat használtak, kicsit megváltozott az alakja, illetve a formája is az íjnak, de tulajdonképpen az összes lovas íjász íjnak ez az íja az alap hát koncepciója, ebből indul ki az összes íj. A szarvainak, meg az íjkaroknak a megváltoztása igazándiból az, ami igazándiból más egy kicsit. Ugye az íjnak a sajátossága az, hogy fabetétek vannak bent, a markolatnál, illetve az íjkaroknak a végén. Ahogy ez látható vagy érzékelhető a markolatnál is, illetve az íjkarok végénél is részbetétek vannak. Hát vannak ezzel kapcsolatos történelmi források, most erre nem térnék ki részletesen, hogy melyek ezek, amelyek ecsetelik azt, hogy ezeket az íjakat rézzel erősítették meg. Saját tapasztalatból is érzékelem, hogy a fa nem minden esetben elegendő, főleg a markolatnál, általában markolattörések szoktak előfordulni az íjnál. Viszont ahogy ugye alkalmazzuk ezt a régi technikát, hogy megerősítve rézzel az íjkarok, illetve maga az íjnak a markolatai nagyon stabilóvá válik. Képes elviselni ezt a komoly terelést. Ugye egy olyan 50 fontig kb. Kibírja az íj, hogyha nincsen megerősítve, de fölötte már, tehát 70-100 fontos íjaknál is már muszáj ezt az erősítést alkalmazni, mert különben nem igazán bírják a terhelést, nem bírja elviselni.
A kőrizsfa betétek vannak ebben az íjban. Maga az íjkar, az poliészter üvegszál gyantából készült. Ez a konstrukció lehetővé teszi azt, hogy viszonylag alacsony maradjon az ára a biokompozit íjakhoz képest, és ahogy én tapasztaltam, lényegesen sokkal bíróbb is, sokkal komolyabb igénybevételeket is el tud viselni. Maga a technológia, ahogy készült az íj, az réteg növesztéses. Ennek ugye az a lényege, vagy az a fő oka, hogy így az íj tulajdonképpen a poliészter része, üveg műgyanta része egyetlen anyagból készült el. Így az nem fordulhat elő, hogy mondjuk a különböző rétegek a laminálásra szétválnának. Teljesen egységes maga az íj, hát ezért is tudja azt, amit igazándiból tud. Majd még erről egy kicsit később lesz szó. Ahogy ugye ez a rétegnövesztés, ez nem laminálás, de nem is öntés. Tehát ezt tisztán kell látni. Azzal a technológiával, ezzel a két technológiával nem lehetne ezt a teljesítményt kihozni ebből az íjból, csak ezzel a rétegnövesztéses technológiával. Mi az, amit tudni kell a technológiára? Hát nagyon komoly odafigyelést igényel, komoly pontosságot igényel, ugyanis a részbetétek ugyan már be vannak ültetve az íjba, utána már nem nagyon lehet formázni, nem nagyon lehet alakítani. Pontosan úgy kell legyártani, ahogy ezt a geometriája megkívánja. Mi az, amit még tudhatunk magára az íjról? Ebben az íjban 24 önálló ív van, csak összehasonlításképpen egy normál íjban általában 6-4 darab található. Ebben 24 van maga, az íjnak a formája már nagyon régóta ismert, ebből is tudjuk, vagy ebből is lehet érzékelni azt, hogy tulajdonképpen az íj az mire képes. Hát csak egy kis bemutató ezzel kapcsolatban, van itt nálam egy viszonylag vékonyabb esz, ugye meg lehet könnyen hajtani, szóval az íj ilyen komoly hajtást is kibír. Ugye ezzel ezt meg tudtam csinálni, 70 fontosról nem igazán jönne össze a dolog, de ez is jól mutatja, hogy nagyon komoly igénybevételt képes elviselni az íj. Mi lesz ennek a következménye? Hát igazándiból az, hogy egy 1 méteres íjból egy ilyen 80 cm-es nyílveszőt is ki lehet lőni, illetve ki lehet húzni. Most így, már néztek, ez még 80 cm-es ez a vesző, tehát ezt is igazándiból meg lehet oldani. Hát az íjat igazándiból ilyen 60 cm-es vesszőkhöz méretezve lettek legyártva, ahogy látható is, ugye ez 60 cm-es ez a vessző. Ez az alaphúzás hossza igazándiból az íjaknak, ennél hosszabbat is tudnak, de ez az alapkivitel. Tehát erre vannak méretezve, ez a 100%-a az íjnak, hogyha erősebb természetesen az íj, akkor hosszabb vesszőt kell hozzá használni, vagy hosszabb húzás hossza, akkor hosszabb vessző kell hozzá alkalmazni. Ugyanúgy az íj, hát én fa nyílveszőket ajánlanék mindenkinek, de ugyanúgy karbon nyílveszővel is használható, bár egy pár felvételben bemutattam, hogy ez miért nem ajánlott. Hát az íj további jellegzetességei, ugye az a relatíve kis tömeg robbanékonyság, ilyen rövid íjkarokkal rendkívül robbanékony az íj, nagyon komoly, gyorsítja a nyílvesztőt, ugye viszonylag rövidebb a húzás hossza, emiatt jóval erősebben is gyorsul maga az íj. Ugye ehhez az íjhoz aztán gyártani kellett egy saját húrt, illetve ideget, jól látható az idegnek a viselkedése. Ez egy előfeszített ideg, és hát ez az íj ebből kifolyólag ugye elviseli a megfelelő terhelést, és szépen nagyon jól viselkedik, nem rugalmas anyagú, ahogy ez elvárható egyébként. Ha magát az ideget nézzük, vagy a húrt nézzük, akkor ugyanúgy a húrzsebekbe illő szemek vannak a végén, ezek teljesen le vannak bandázsolva, ugyanúgy a húrnak a teljes hossza is be van bandázsolva. Ugye elvárható az, hogy stabil legyen, hogy ne kezdjen el
kifosztani a szála, ezt nagyon jól csinálja, nagyon jól el is viseli. Több olyan húr is van, amit évek óta használok, tökéletesen működik, nincs vele semmi probléma, elviseli ezt a fajta terhelést is, és elég nagy ütéseket kap a kilövés pillanatában, pont a dinamikája miatt az íjnak. És maga az idegről vagy a húról még annyit, hogy ugye van egy erősített bandázsolása itt a markolat résznél, ugye ahogy megfogjuk, illetve van egy göb része, ami alá kell beilleszteni a nyílvesszőnek az ajkát, vagy a nokot, és ugye így tud aztán ez az íj megfelelően működni annak rendes módja szerint. Hát ahogy ez érzékelhető is kicsit így a külső kinézetből, tehát nincs külön burkolva az íj, meghagytam abban a natur formában, ahogy ez kijön a sablomból. Ahogy látjátok, vöröses barna színt kapott, ez egy kicsit olyan fás jelleget ad a magának az íjnak. Enyhén van polírozva a felülete, de pont azért, hogy plusz tömeg ne keletkezzen rajta, illetve magának a burkolásnak vagy a borításnak, ezeknél az íjaknál nincs különösebb jelentősége, hisz bármilyen időjárási viszonyokat elvisel, jól eltűri, és nem okoz neki semmi problémát, se a fagy, se az eső, se semmilyen poros, sáros környezet. Tehát ugyanúgy használható, ha beleesne esetleg sárban, vagy valaki beledobná a vízbe, semmilyen problémát nem okozna az íjnak. Hát nézzük akkor az íjnak a felajzását. Hát a történelmi beszámolók, illetve a rajzok, amik erre vonatkozóan megvannak a leletek formájában, azok többfajta felajzási módot is bemutatnak. Hát ennél az íjnál, mivel ennyire rövid, tehát egy méternél rövidebb íjról beszélünk, 97 cm egész pontosan így a felajzatlanul a teljes hossza, ez nem igazán teszi lehetővé a szokásos felajzást, tehát úgy nem lehet felajzani. Látszik is a leleteken, hogy másképp ajzzák fel, mint a lovas íjász íjakat, vagy például az angol hosszú íjak, tehát teljesen más a felajzása ennek az íjnak. Van egy gyakorló íj, ezzel könnyebben be tudom mutatni azt, hogy a dolog hogyan működik. Tulajdonképpen ugye fölül bele kell akasztani ide az ideget a felső részbe. Az íjnak a hátulján van egy hosszanti vájat, ugye ez biztosítja azt, hogy mindig pozícióban maradjon az íj. Na most a rekonstrukciókban általában ugye úgy mutatják be, vagy úgy ábrázolják, hogy be van térdelve az íjász, be van akasztva az íj, és így van beakasztva, így van felajzva az íj. Na most így is lehet, csak ehhez az kell, hogy hát így letérdeni az ember, illetve én magam azt tapasztaltam, hogy tényleg a 70 fontos íjat már így nagyon nehéz fölajzani. Ezért egy egyszerű megoldást sikerült ezzel kapcsolatban kitalálni, vagy kikísérletezni, hogy lenne mégis könnyebb. Tulajdonképpen állva lehet maradni a felajzásnál. Ezzel a kezünkkel ugye tartjuk a hüvelykujjunkkal az ideget benne a résben, és ezzel a jobb kezünkkel teljesen nyújtva hagyjuk, megfeszítjük az íjat, majd beakasztjuk az ideget a helyére, és így már tulajdonképpen készen is van az íj. Hát ez az egyszerűbb, vagy ez a könnyebb megoldása, és ugyanezt megcsináljuk ugye itt a 70 fontossal is, ugyanez a megoldás, beakasztjuk szépen ide az ideget az íj a végébe. Ugyanígy beállunk, és akkor a hátsó kezünkkel megfeszítve beakasztjuk, és tulajdonképpen készen is van az íjunk, így néz ki maga az íj. Hát ha összehasonlítjuk ugye a másik íjjal, akkor jól látható az, hogy a felajzás után ilyen geometriai változások következtek be az íjban. Milyen lett tulajdonképpen a formája, amikor már felajzottuk. Tehát ez igazándiból ugye a felajzott íjunk ebben a formában. Hát a másik íjjal mutatnám be, hogy mégis mit tud húzáshoz szempontjából, ugyanis azt hiszem a 70 fontos íjat ezt nem igazán tudom arra elhúzni, hogy feszíteni. Erre 80 cm is leszünk a hosszára, úgyhogy ezt nem is próbálom meg.
megmutatom, hogy hogy néz ki, amikor 50 centis, 60 centis veszővel. Tehát igazán amiből ez a forma. Illetve ugye a 80 cm-es veszővel pedig így néz ki. És el is ereszettem volna, de nem akartam most utána menni. És tulajdonképpen ez így, hát egy pár felmutató kép még lesz a videónak a végén, ezt majd meg tudjátok tekinteni, át tudjátok látni, hogy mégis az így hogy működik. Bővebb információk pedig a weblapon lesznek elérhetőek, innét tudjátok letölteni, háttérinformációk is lesznek, illetve hát magáról az író közelebbi felvételek, képek, hogy jobban érzékelhető vagy látható legyen az, hogy az így mégis hogyan néz ki. Illetve a későbbiek folyamán bemutató videókban be fogom mutatni, hogy hogyan lehet az íjat rövidebb, hosszabb nyílvesszővel, illetve tegezzel, vagy készeleti tegezzel is használni. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor további szép napot mindenkinek!